Puzsér. De szépen szól. Még nem is játszanak. Ma este olyan cukik. Ismét bemutat. Mikor kiszámlázod a skizofréniádat, akkor élek agyat szuperre, hogy nem vagy igazi skizofrén. 10 legmérgezőbb magyar popstár. És egy ember. Mi tartja ezeket össze? Már úgy értem, hogy a muzsikus cigányon kívül, amelyik húzza. Aki végre rendet tesz a fejekben. Ez nem azért vigyorog folyamatosan, mert lobotómiát végeztek el az agyán. Kezdődik a Szubjektív. Szókimondó igazságsó, az Aki. Stúdiumban az ország legszabadabb szájú kritikusa, Puzsér Róbert. Ritmusos dallamos nemzeti jó estét kívánok! Nem a hitvány zene és nem az igénytelen szöveg a legmérkezőbb, hanem a rossz kulturális minta, amikor egy előadó sikert és receptet gyárt az érvénytelenségből, a szolgaságból, az ízléstelenségből, a hazugságból. Ma este azt a 10 magyar előadót nevezzük meg, akik nem csak az úgynevezett produkcióikkal mértek csapást a magyar kultúrára, hanem a szerepükkel is. A 10 legmérgezőbb magyar popsztár. Ez a ma esti Sznobjektív tárgya. A lista ismertetése során Horváth Oszkár barátom és kollégám segítségét veszem igénybe. Jelezni szeretnénk, hogy erre a listára nem úgy kerültek fel a helyezettek, hogy az nekünk nem tetszik, amit ők előadnak. Ennél sokkal több kell. Ehhez egy nagyon-nagyon rossz kulturális hatás kell, amit hát sok év viszonylatában kitartóan gyakorol az adott előadó. Tehát, hogy itt mi elsőrendűen a társadalomra mért hatást vizsgáltuk, és nem azt, hogy a mi személyes ízlésünknek az adott előadó megfelele. Sőt, imádjuk őket. Na jó, ez túlzás. Mai listánkat a 90-es évek könnyű zenei ízléstelenségének ikonikus alakja, a magyar Eurotrash pápa vezeti fel. 10. Kozsó. Kettő voltunk, te meg én, mint az éjszaka és a fény. Ott álltam és attól féltem, a kiadó helyet szívedben lekéstem valahol. Messze-messze egy daldódott a csillagos est. Mi ugyanígy vagyunk ezzel. Ezt mi még most sem hisszük el. Nem értettük, de már nagyon vártuk. Láttuk, hogy a Familia Kft-ben nem szereztünk tulajdonrészt, talán majd ezen a zenén keresztül sikerülni fog. A vízből is van egy mennyiség, 40 litert belét pumpálnak, azt nem éled túl. Na most Kozsó saját magát sokszorozta az All for Love, a Picasso Branch vagy a Shy Guys formájában, hogy az ő hatása, ha még homeopátiás is, a végén vért könnyezzünk. Amiről méltatlanul kevés szó esik, az a Kozsónak az arcába lógatott tincs. Ez egy olyan sztárallűr volt, amit egy ország szokott be, és tudod, ha meglátsz egy ilyen tincset egy 13 éves gyereknek a fején, azt mondod, hogy jól van, hülye gyerek, majd kinövöd. De a Kozsó ezt felnőttként és popstárként adta elő Magyarországon. Mit jelentett ez a tincs? Mit kommunikált ez a tincs? Hogy Kozsó egy ilyen elvarázsolt művész, akinek ez belefér, akire más szabályok vonatkoznak. Nagyjából olyasmi volt ez a tincs a Kozsó arcában, mint a Dalinak a bajsza. Ez egy teljesen képtelen bajusz, de senki nem volt, aki ezt számon kérje Dalin, hiszen ő Dali, a nagy Dali. Na most a Kozsó ugyanezt adta elő, csak daliság nélkül. Tehát itt hiányoztak azok a festmények, meg egy műfajnak a megújítása. Hiányzott az a minőségű művészi teljesítmény, a sztáralűr az megvolt, meg a hozzátartozó póz, hogy én egy hatalmas művész vagyok, ne merd megkérdezni, hogy mit keres itt ez a tincs. Viszont én szerintem én tudom, honnan van ez a tincs. Egyébként mindenki megkérdőjelezte, aki nem a médiában szerepelt. Otthon senki nem értette. A médiában senki nem kérdezett rá, hogy Kozsó, mi ez a haj? Annyi történt, hogy a Hayden Christensen, amikor Anakin Skywalkert játszotta, itt volt neki egy kis ilyen tincs, és valaki szólt neki, hogy hey, Hayden! Mi van? És utána lassan visszafordult, és ott maradt, és így jött létre Kozsó. Ő a későbbi Darth Vader.
Meg abban mi nem elég szürreális neked, hogy inikommananikommananahely? Amikor a mulatós betört a popzenébe, a mindennapos magyar élet nívója igénytelen fordulatot véve elaljasult. 9. Kisgrófó. A Kisgrófóhoz elsősorban ez a veretési kultúra tartozik. A tudomásul nem vétele, demonstratív tudomásul nem vétele annak, hogy azt, hogy a grófó a király, azt bárki mondhatja legitim módon, egyedül grófó nem. Tehát grófó nem mondja, hogy grófó a király, ez a mondás úgy jó, ha ezt mások mondják a grófóról. Amikor a grófó mondja magáról, akkor az nem menőség, hanem akkor az szégyen. Szégyen. És ez valahogy nem fér a fejükbe. Mi a különbség a gróf és a grófó között? Nem egy ó, hanem ez a veretés. A gróf az nem veret. Miért is veretne? Hát ő sosem élt a putriban, az ő szülei sosem éltek a putriban, se a nagyszülei, se a dédszülei. Neki már az ők nagyapja is gróf volt. Ők grófok. Ő, ahogy él, az az ő életmódja. Ő nem kifelé demózza azt, hogy ő így él. Azokat a fogadásokat, amiket ad a gróf, azokat nem azért adja, hogy a prolik megtudják, hogy a gróf az gróf. Nem, a gróf így él, így nőtt fel. Számára ez a természetes. A grófó az vereti. Az kifelé demózza a saját gazdagságát, meg a saját jólétét, és ehhez kellenek ezek a roppant ízléstelen szerkók, amelyekkel kifejezésre juttatod a többi rossz ízlésű, de sokkal kevesebb pénzzel rendelkező közönségednek, hogy hát te megcsináltad. Pedig hát valójában én élek a gyanúperrel, hogy a szülei csinálták meg kisgrófónak, konkrétan nagygrófó csinálta meg kisgrófónak. Nem látom magam előtt azokat a bulikat, ahol a Széchenyiek így veretnek, az Eszterháziak így veretnek. A grófé. De tudod, ők beörökölték magukat a szerénység lehetőségébe. Már nem kell, már mindenki tudja, hát ott van a címer. Vagy úgy hívják a települést, ahol lakunk, mint a grófékat. Talán a sorrend van elrontva. Ne. Egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a 8A-ból következik az A8. Attila, a jó ízlés ostora, 4 évtizedes pályafutását a rockerség megrontásának és filléres kiárusításának szentelte. 8. Pataki Attila. Egyrészt jó kérdés, hogy a Pataki Attilát elrabolták-e az UFO-k, vagy egyszerűen csak celebkedik. Én azért, nekem nagyon az az érzésem van, mint ami a Benkő Dániel esetében volt, amikor mesztelenül lantozott. Ugye, tudod, amikor valaki mindig időben szállítja a számlatömböt, tudod, a megfelelő összeggel kitöltve, akkor mindig élni szoktam a gyanúperrel, hogy esetleg nem rendes skizofrén, hanem esetleg celebkedik a médiának. Mert azt érzékeli, hogy a média ezt várja el tőle. Az az elvárásod egy nagyon súlyos lelki állapottól, hogy ne éljen meg belőle, akkor elhiszem, hogy szenved. Hogy mit mondasz most? Igen, igen, tudod, amikor kiszámlázod a skizofréniádat, akkor élek a gyanúperrel, hogy nem vagy igazi skizofrén. Nem lehet, hogy a Pataki Attilát nem elvitték az UFO-k, hanem így eleve ők hozták. Ez sok mindent megmagyarázna. Amiről még nagyon kevés szó esik, és méltatlanul, az az Eddás póló. Pataki Attis rendszeresen hord Eddás pólót, és senki nem magyarázza el neki, hogy Attis, ne vegyed föl az Eddás pólót, hát te vagy az Edda. Neked nem kell felvenni az Eddás pólót, azt a rajongó csajoknak kell felvenniük az Eddás pólót, mielőtt befogadod őket a turnébuszba. Ne az Eddás pólót, miért nem veszel föl egy Mötley Crüe pólót, vagy veszel föl egy Black Sabbath-os pólót, vagy valamit, amiért rajongsz. Az Eddás póló, az Edda művek énekese felveszi az Eddás pólót, az azt jelzi, hogy nincs tisztában azzal, hogy ő neki nem kell pólót fölvenni, ő maga az Edda művek. Póló nélkül. Amikor meg fölveszi a pólót, az olyan, mint amikor
valaki a saját rajongójának adja ki magát. Hát ennyire ne legyél narcisztikus, Atis! Popsztár vagy! Amikor valaki sikereket ér el, mondjuk a zenében, készül vele egy interjú, lehetősége van rávilágítani arra, hogy honnan jött neki az ihlet, kik az ő ikonjai, a legendái, kiket tisztel, és akkor megmutathatja, hogy ő nagyon szerette a Doors-t, vagy oda van Bachért, és Ati, milyen zenéket szeretsz? Hát ilyen Edda, elmondja ezeket. És ezen kívül én nem láttam, megint rajta vagyok ezen az aranyeső vonalon. Én nem láttam azt, hogy a Queen zenekar countryt adna elő, és nem láttam, hogy a Scorpions Shramlit játszik az Oktoberfesten. Alig ha véletlen. Következzék a hipster bölcsész, ja nem. A narcisztikus díva, ja nem. Az arcoskodó mentor, ja nem. A komolyan vehetetlen trash producer, aki lubickol az idézőjelek között. A hetedik, te magad légy, vagy senki se. Hetedik, by Alex. Vigyed innen, az nem is egy Michael Kors. Hamisítvány, az eBay-ről jött fors. Eredeti kell, csak az eredeti tetszik rajtad. Michael Bébe, kiló húz egy óra. Michael Kors, Michael Kors. Michael Kors, Michael Kors. Bája Alex azért gyártotta le magából ezt az imént említett négy árnyék személyiséget, mert valójában nem tudja, hogy kicsoda. Csak hogy ő ebben nem egy válságot lát, hanem egy lehetőséget. Ha nem tudod, hogy ki vagy, akkor tulajdonképpen akárki lehetsz. Ő vagy rajong a Nietzscheért, vagy azzal vereti, hogy Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors. Ez a kettő ez így együtt nem megy. Ismerjük azt a tarisznyás bölcsészt, aki oda van Nietzscheért. És ismerjük azt a pénzes prolit, aki a Michael Kors-szal vereti. De ez két személy. És a Bája Alex az nagyon kevés ahhoz, hogy meggyőzzön minket arról, hogy ez egy és ugyanaz a személy. Most ő ennek a semmiségnek, ennek a semmienségnek, ennek a senkiseségnek, ennek a sápját szedi a közönségétől. Azt érzem, hogy itt lehet, hogy itt a mérgezés van mérgezve. Tehát azt mondod, ha azzal elégedett volnál, ha azt látod, hogy valaki leromlik és elrohad. Nem, azt mondom, hogy ennél az is több. Hogy az valami, az valós. Igen. De itt hirtelen valaki jobban lett. Tehát én azt látom, hogy voltak ilyen, ugye ezeket a kényszer szingliket, legyen az informatikus, vagy szomorú bölcsész fiú keresztbetáskával, őket reprezentálta azzal, hogy jaj, jó lenne, ha lenne egy csajom, hú, de jó lenne, ha lenne két csajom, meg szeretne, meg de hát nem volt annyi csajom. És egyszer csak előjön, egyszer csak megérkezik Gangsta Zoliék Szűzoltók című számának a tartalma, valamelyik By Alex számban, ahol már az megy, hogy innen az egyik bula, onnan a másik, a te csajod is engem akar. Egy számmal később, Tóth Andival, ó, a bölcsész srácnak nincs fiúja, jaj, a Tóth Andi, de jó lenne, a csajom lenne. De hát a másik szobában ott van 15 rib***, meg egy csomó kokain. Hát akkor menj át! És tulajdonképpen ezzel az identitás szélhámoskodással, amit a Bája Alex előad, ezzel nem tud megbukni, mert bármit csinál, az menő, hiszen az RTL szállítja mögé a menőséget. Az RTL Bája Alexből mentort csinált, hogy kedvére rontsa meg azokat az előadókat, akikben még van némi eredetiség és tehetség, és valami autentikus, valami szerves, valami otthonról hozott, hozzáadott érték. A Kozsó azokkal a Shy Guys, meg Picasso Branch gyerekekkel, akiknek ilyen nevei voltak, hogy Brandon. Őket azért az ismeretlenségből, tartalmatlanságból hozta fel, lehet, hogy táncos gyerekek voltak, és előadhatták az énekest. Na igen, ez a különbség, hogy a Kozsó a szakmunkások közül válogatott, és lehetőséget adott nekik arra, hogy nagyon rossz minőségű popsztárok legyenek. Ami viszont betanított munka, tehát azért kevésbé művelt mégiscsak. Igen, de népszerűbb. Mm. Igen. És akkor ott van Bája Alex, akire meg az RTL azt bízta, hogy félkész, nagyon ígéretes, tehetséges zenészeket roncson meg.
roncson önmagához, tegyen azzá az RTL kompatibilis Pláza Prolivá, aki maga Bája Lex lett. Nagyon rövid idő alatt, gyanúsan rövid idő alatt. Következzék a tetszés ember, aki lájkokból és megosztásokból hegesztette össze magát. 6. Kassa Tibi. Engem a Kassa Tibiben elsősorban ez az erőltetett jókedv zavar, meg ez a mindenkivel való bratizás. Tudod, aki mindig vigyorog, arról nekem az az érzésem, hogy hazudik, hogy hazudja azt a jókedvet, vagy hogy debil. Én azt hiszem, hogy ebben az esetben inkább az előbbi a helyzet. Ez nem egy hülye gyerek, ez nem azért vigyorog folyamatosan, mert lobotómiát végeztek el az agyán. Nem azért vigyorog folyamatosan, mert nem érti, hogy az se vicces, amerre épp a feje fordul. Szó sincs róla. Ő azért vigyorog folyamatosan, mert ezt olvasta a trénerkönyvben, hogy így kell működni. Nem csak a fizikai térben vigyorog folyamatosan, hanem az influencerkedései során is. Egyrészt kizárólag egymondatos kommentárjai vannak a megosztott cikkekre. Egy mondatnál többet az ő közönsége nem tud befogadni, és nem is kell neki. És mindegyiknek a végén ott van a smiley. Tehát ahogy a fizikai térben, úgy a virtuális térben mindig ott van a smiley. Ez a smiley face, ez az erőszakolt smiley face, ez a keep smiling, az amerikai álom identitás hamisítása, személyiség hamisítása, megrontása. Ez az, ami a Kassa Tibin tükröződik. Igen, egy ilyen az amerikai álomra kondicionáló trénerkönyvből rakta össze magát. Safe space ország, ahol mindenki mosolyog, de nem olyan rossz dolog az, Robi, ha mindenki mosolyog. És lehet, hogy az ő mosolya onnan jön, hogy fájdalma van belül, vagy akár ugyanúgy élte meg 18-20 éves koráig a fiatal korát, mint te, hogy őt nem rajongták körül az osztálytársai, vagy bántották. Jó, de nem tudok elég mélyre ásni. De akkor várjuk az önvallomásosságot tőle. Tehát én nem tudok az ő nevében önvallomásos lenni. Én nem tudom az ő gyengeségét föltárni, amikor ő folyamatosan vigyorog, és folyamatosan jókedvet demózik, és akkor én fejtsem meg az ő pszichoanalízisét, hogy jobban megértsem. Senki nem kér téged arra, hogy megfejtsed. Akkor hagyja abba a vigyorgást viszont. Viszont, ha önvallomást tesz, azzal tönkre teszi az egymilliós Facebook. Jaj, csak azt ne! Azért tartja magát, vagy látod te elsősorban közösségi influencernek, mert az a sajátja. Azért egy televízió műsor az egy kampányszerű valami. Megy egy évig, vagy 3 évig, arra nem lehet életet alapozni, nem lehet elengedni ezt a saját tulajdonában lévő social médiát, amiből viszont biztosan megél 2 ilyen televíziós, vagy zenei, vagy akármilyen produktum között is. Amíg Bája Alex válogat a hamis szelfek közt, addig a Kassa Tibi megtalálta, hogy ki akar lenni. Ő ez az operett bon viván. Bóni gróf. Ezért vigyorok folyton. Ebben a szerepben van. Ugye, egzotikus nyaralás, jó sportkocsik, modellcsaj. Ez az élet. És ezek az élet mélységei. Már csak az a kérdés, hogy a Kassa Tibi az miért nem Kálmán Imrét énekel inkább? Nem sokkal inkább a helyén lenne a csávó. A 10 legmérgezőbb magyar popsztár közül 5-re már fény derítettünk, és a többiek kilétét sem titkoljuk sokáig. A Sznobjektív hamarosan folytatódik az 5 legmérgezőbb magyar popsztárral. Már csak akkor lenne jobb, ha maga Orbán Viktor tudna hegedülni. Én beadnám azt a koncertet azért. Becsúsztatnál a vonóba egy ezrest? Egy Erzsébet utalványt kérlek. Folytatódik a Sznobjektív, az 5 legmérgezőbb magyar popsztárral. Mindkettőnek van egy saját istálója, saját előadókkal, de ezek az előadók, ezek mind, amikor utána számolnak a szerződésükben foglalt számoknak, mind rájönnek arra, hogy a góri átbakta őket. És akkor fogják magukat, és ott hagyják. Sokkal Mugenster rontja a levegőt a Kárpát-medencében, de köztük csak egy, akinek már egyetlen felnőtt ember sem hiszi el, hogy tényleg bűnöző.
Ötödik. Mr. Basta. Tűzben egyszöttem, így élem a napjaim. Én rappelek, mert meghalnak nélkülem a fanyaim. Ez egy életérzés, amit ad a pokol, mikor kiráz a hideg, meg a falakat lebontom. Kutyáknak, koningnak, deszkának, pingának, csillogó verdáknak, kosárnak, kutcának, ereknek, keletnek, kertesnek, titkújnak fel a kezeket. Hely a legnagyobb pignusznak. Mr. Basta a White Trash kamu gangstere. Ő ennek a sutyó, rasszista panelproli rétegnek a kamu gangstere. Itt a mérgezése szerintem a szülők által a munkahely miatt magukra hagyott, vagy akár egy szülővel felnövő panelproli tinédzserekre hat. De olyan korú gyerekek, akiknek még belefér az, hogy szombat este Mr. Basta buli, vasárnap meg a Tesco parkolóban fellép Luffy bohóc, és akkor azt még megnézzük anyáékkal. Két világpolgára, úgy érzem. Abban is nagyon hasonlít a Mr. Basta a Dope Man-hez. Abban, hogy mindketten fiatal, tehetséges MC-k megrontásában utaznak, és valahogy ezeknek a fiatal, tehetséges MC-knek egyikük sem tudott rap keresztapaként elég jó ajánlatot tenni ahhoz, hogy azoknak megérje mellettük maradni. Hát mind a kettő ezt a hip-hop keresztapát játsza, mindkettőnek van egy saját istálója, saját előadókkal, de ezek az előadók, ezek mind, amikor utána számolnak a szerződésükben foglalt számoknak, mind rájönnek arra, hogy a góri átbassa őket. És akkor fogják magukat, és ott hagyják. Nem lehet, hogy kígyót nevelgettek? Hogy nem feltétlenül ők verték át a kis tanítványukat, hanem hát a tanítványnak az alapneveltetése sem elég jellemes ahhoz, hogy a mesterrel egy élethosszig tartó viszonyt folytasson. Te a Dope Man esetén nem a Gangsta Zoliról beszélsz, akit így a rap karrierjébe bevett, hanem a Majkáról, gondolom, jóval később. Gangsta Zoliról, akár a Majkáról, egyikkel sincs már a Dope Man beszélő viszonyban. Akár a fekete vonatról, velük sincs már a Dope Man beszélő viszonyban, és ez kicsi Tysonról akár, hogy más nem mondjak. Tehát ő... Azóta egy kicsit nagyobb Tyson. Én azt nehezményezem a Mr. Basta kapcsán, hogy lehet gyerekeknek előadni zenét, de hát ott a Bojtorján meg a Halász Judit. Miért kell elvenni a munkájukat? Dívaság minusz méltóság egyenlő az a valaki, akinek önmaga szégyenéről fogalma sincs. Negyedik. Tóth Gabi. Előttem fény, utam, mi oly merész, attól élek, hogy nem vagy egész, óram, ki tudja, merre néz, szemed mi lát, ha nem vagyok egész. Tóth Gabi két világ találkozásából született. A popzenei igénytelenség és a kereskedelmi tévés ízléstelenség összemosódásának, egymásba szervülésének az ikonikus alakja Tóth Gabi. De a Tóth Gabi nem egy ilyen irány, mint a Lady Gaga, aki engem irritál ugyan, de te tudod, ő kész van, az egy ilyen Lady Gaga, és a következő számában is Lady Gaga. A Tóth Gabi pedig a egyszer Dérheninek tűnik, egyszer ő a Michael Jackson kis testvére, egyszer... Magyar Pink. Egyszer a Magyar Pink, monumentálisan sztárnak van csinálva mindig. Csak melyik az a sok közül? A harsány rikácsolás, az állandó drámázás, a kényszeres kötözködés, meg a filléres megmondások. Ez nem show élmény, ez reality élmény alapvetően. Ő ezt a reality élmény gyártja. Ezt a közbotrány okozást a viselkedésével. Ez a díva viszketegsége a szereplésért. És a vörös szőnyekhez tartozó minimális méltóságnak is a nélkülözése. Én még két személyt látok egy picit meghamisítva. Az egyik maga Tóth Gabi, aki ezek közül, a dívák közül lehet, hogy valamelyik,
de nem látom, hogy melyik a Tóth Gabi. És a másik a Tóth Vera, akire tudod, egy rossz szót még soha életemben nem tudtam volna mondani, és ők testvérek ugyanabból az alomból. Tóth Gabinak nem is lenne más dolga, mint a saját nővérére pillantania, hogy meglássa azt, amit minden percben elmulaszt. Szerintem több dologból áll. Rá lett még varva pár dolog. A Tóth Gabi személyéhez tartozik továbbá a mentor fogalmának ez a teljes leértékelődése, hogy a mentor az X-faktorban az ma már ott tart, hogy Csobot Adélt jelentse. Csobot Adél, ez a vihogó fruska, aki olyan önfeledten csinálja meg a sót, meg csinálja meg az élményt abból, hogy mindenen kacarászik, és olyan nagyon édes, meg olyan nagyon szexi, meg az istenes benyával folyamatosan mennek ezek a féltékenységi körök, amik engem leginkább feszélyeznek. Olyan hogy... cukik. Igen. Na igen. Tehát ez lett a mentorság, ez mi az olyan a... cukik élmény lett a mentorság. Mi még a keresztes Ildikon problémáztunk. Tudod, azért ezek az idősebb arcok el tudták mondani, hogy mire számítsanak ők egy 40 éves popkarrier során. A Csobot Adél azt tudja elmondani, hogy katás legyen, vagy evás majd, amikor mennek haknizni. Orbán Viktor az egy a tábor, egy a zászló jelmondatának a békebeli muzsikus cigány képében végtelen pénzből és végtelen marketingerővel ad kulturális alakot. Harmadik. Mága Zoltán. Soha nem volt olyan könnyű keresztény konzervatívnak lenni, mint Orbán alatt, amikor simán belefér a csapatás Dubajban. Ugyanennek mintájára sosem volt olyan könnyű, igényes zenével demózni magadnak és a világnak, jó ízléssel, igényes kulturális ízléssel demózni magadnak és a világnak, mint amikor Mága Zoltán előadóestre jársz, és hát ennek keretében megtekinted azt a kulturális moslékot, amit ott felszolgálnak neked. A kulturális moslék láttán még soha nem húzhatta ki magát ennyi ember, hogy milyen jó ízlésem van. Hiszen a pénzes prolik a nagy zenekarból ismerik fel a kultúrát. Ezzel él vissza Edwin Marton, Havasi Balázs és Mága Zoltán. A pénzes proli meglátja a nagy zenekart, és azt mondja, hogy de szépen szól. Még nem is játszanak, de ő már hallja, hiszen hát ez az igényes zenefogyasztás. Na most, hogy értem azt, hogy kulturális moslék? Mit értek én ez alatt? Hát akkor én felsorolnám a Mága Show-nak ezeket a műsorszámait. Miket ad elő Mága Zoltán az ő előadó estjein? Adagio, Nélküled, Bohemian Rhapsody, Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, Palotás, Schindler listája, akkor megérkezik Bangó Margit, ő is előad egy jó kis magyar nótát, Kék Duna keringő. Mi tartja ezeket össze? Már úgy értem, hogy a muzsikus cigányon kívül, amelyik húzza. Másfél óra alatt az arénában a Szabó Pétertől tanult jegyárakon kikulturálódhatod magad egy évre. Nem kell a Zeneakadémia meg a Műpa közelébe sem menned. Vagy az Operaház közelébe, vagy balett előadásra, vagy a Trafóba, vagy akárhová. Havasi, Edwin Marton, Mága Zoltán. Ők a gála magyarországi három királyai. Miben áll ez a gála? Abban, hogy nem akarok végighallgatni egy egész operettet, nem akarok végighallgatni egy egész hangversenyt, nem akarok végighallgatni egy egész teljes filmzenét, hanem a slágereket szeretném hallani. És vegyük ki mindegyikből a slágert. Ahogyan a svéd asztalról szeretünk válogatni, úgy burzsóá módra. Hogy én akkor egy falatkát, ebből egy falatkát, ebből, és mindenből úgy a velejét.
Ugye, és így aztán, mivel hogy nem az egész művet fogyasztod el, hanem csak a lényegét, az az élményed tud lenni, hogy te a quintesszenciáját vetted magadhoz, annak az egésznek, annak az egész műnek. Holott pusztán csak arról van szó, hogy lusta és igénytelen vagy, meg túl gazdag ahhoz, hogy végigülj egy operettet. A rossz ízlésedhez legalább tartozna egy alázat, hogy végigüld. Az alázat. Na, akkor itt az van megbérgezve. Meg van egy ilyen érzésem, mintha így magadhoz vennéd a szöveggyűjteményeket, belelapoznál, becsuknád, és azt mondanád, hogy hát ezt úgy foglalnám össze, hogy ej, mi a kő, virrasztó éji felleg. Orbán Viktor a nerelit és a hazai cigányság szakrális egyesítésének a műveletét ezt a Mága Zoltánon keresztül hajtotta végre. Ez csak Orbán Viktornak sikerülhetett. Már csak akkor lenne jobb, ha maga Orbán Viktor tudna hegedülni. Én beadnám azt a koncertet azért. Becsúsztatnál a vonóba egy ezrest? Egy Erzsébet utalványt kérlek. Van itt még egy jelenség, ami viszont a kedvencem a Mágával kapcsolatban. Én őt szeretem a legjobban a Havasi Edwin Marton Mága triumvirátusból. Mármint tényleg őt tartom a legízlésesebbnek a három közül. De aminek nem tud ellenállni, az az úgynevezett mágázás. Az ez, hogy fotó van, akkor a karóra mindenképpen látszódjon azon a felvételen. Ha Mága Zoltán, nem tudom, ejtőernyőből ugrik ki, de hallja, hogy így kattan egy kamera, akkor oda fogja tartani a karóráját. És szerintem ennek az lehet az eredete, hogy hát azért a Fuchsot nem lehet kirakni ingen kívülre, mert a Mága Zoltán sokkal ízlésesebben öltözik, mint amilyen Havasi Balázs haja, vagy Edwin Marton zakógyűjteménye. De az valamilyen ékszert mégis kéne. Tehát fülbevalót sem vehet, mert Harrison Ford és Morgan Freeman is, mint egy rossz kelet-német focista, úgy néznek ki civilben, mert ilyen egy fülbevalós csávók. És hát szóltak, hogy hát Zoltánom, manzsetta gomb, karóra. Ezt föl lehet venni még férfiként, és ha ezt megteszed, akkor jönnek a céges jegyvásárlók, akkor intézzük. A szénsavas üdítő ital mellé szánt Popstar Kongó üressége minden percben csak egy szponzorra vár, hogy az megtöltse tartalommal. Második. Szabi ezt. Megvan kötve a két kezem, a sok a súly, túl sokszor vétkezem. Ködbe jöttem és ugyanoda tartok, úszok, evezek, de nem látok partot. Hamisan hittem egy másik világban, ami nélküled nem olyan hibátlan a világ. Összedőlni készül, s talán csak ketten leszünk végül. A fogalom, ami ezt a jelenséget, ami ez a kölyök, a legjobban leírja, az a plázadás fogalma. Ez a plázadás. Lázadunk. Mi ellen is? Amit a szponzor megrendel. Mi ellen lázadjunk? Az attól függ, mi van a szerződésben. Ha egy előadó, vagy ilyen közszereplő, ekkora nagy marketing szakértő, ő miért nem egy munkahelyen ül? A zenei videóinak a nézettsége a 4 milliótól a 7500-ig terjed, és nem egy ívben, hanem random, hogy most mikor sikerült jobb reklámot vagy promót tenni mögé. Ez nem valódi sztárság, de valódi népszerűség valami más miatt. Itt a Szabi Est esetében az embernek az az érzése, hogy a reklámszerződéshez tartozik a popsztárság, és nem a popsztársághoz a reklámszerződés. Nekem az a furcsa, hogy mondjuk, hogy a tini sztár vagyok, kockás a hasam, leveszem a pólót, sikoltoznak, aláírásokat, kellemetlen lehet autogramokat osztani úgy, hogy valójában még semmit nem csináltál, ezért kell elkezdeni zenélni, mert majd arra fogjuk, különben nagyon kínos az, hogy sikoltoznak 13-15 éves lányok az utcán, amikor meglátnak, miért teszik, mit tettem ezért, inkább énekelek valamit. És akkor 90%-a a követőimnek ebből áll. Rendben is van, én magam is egy 15 éves fiú vagyok.
Eltelik 10 év, most már 25 éves vagyok. Nyilván azóta megfordult a követőim arányaiban a tini lányok, hogy mondjuk 10%-ot képviselnek, és megnézed, és nem, még mindig 90% 13 éves követ, de te már egy 25 éves meglett férfi vagy. Itt kellene valami korrupcióra gyanakodnod saját magaddal kapcsolatban, hogy hát a régi pólólevevésen, meg ezen a párdalon kívül valami mást is kellene szolgáltatni. Itt van a mérgezésnek a gyanúja nálam. Mikor kirántod a tabletet, a sávú ezt csinálta. Fogta a tabletet, először lisztbe, aztán tojásba, aztán zsemlemorzsába, és aztán mehet a frituba. Viccen kívül. A 10 legmérgezőbb magyar popsztárból 9-et már ismertettünk. Lássuk az eddigi listát. 10. Pozsó. 9. Kisgrófó. 8. Pataki Attila. 7. Bájalex. 6. Kaszatibi. 5. Mr. Basta. 4. Tóth Babi. 3. Mága Zoltán. 2. Szabi Eszt. Magyarország hip-hop házmestere a panelházak tövében teátrális gesztusok kíséretében hal bele abba, hogy Andy Vajna kártyapartnerségéig és Mészáros Lőrinc TV-jének poron mesterségéig vitte. Első. Majka. Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalok. Félig tett poharak az asztalon, ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom. Szólj rám, ha egyszer véletlen, összefutnánk egy másik életben. Kicsit szűk ez a világ Majkának. Hát nem elég jó, kicsit szűkös a NER. Ennél egy Putyint érdemelne, ez az Orbán Viktor, hát most ez micsoda? Hát Majkának egyszerűen, lealacsonyító. De nem? Ja, szerencsétlen. Majka minden mérgek közül a legmérgezőbbel mérgez. A vamzersággal és a szolgasággal. A vamzersága az mindennél szebben reprezentálódott abban, ahogyan a tesóját, tudod, Curtist fölnyomta egy ország színe láttára. Ez azért beárazza a tesóságot. Bedobta a drogkarriert, és utána ezt a Segítek a barátomonnak igen. Magyaráztuk meg. Elég volt egy koncertnek elmaradni, és az egész főtesóság az már a helyére is került. És rögtön egy ország előtt fújta be a tesóját, és lett ellene rendőrségi ügy. Pontosan fogalmaz, mert Majka sem a rendőrségre ment, hanem a rendőrségnek is szólt, gyakorlatilag mindenkinek a színpadról. Hát az egész országnak igen, szólt, igen. Bizonyára nem arról volt szó, hogy a Majkának a Curtis kokainizmusa pénzt vett ki a zsebéből. A TV2-n híradót vezetni az eléggé egyértelműen egy kiszolgáló funkció. TV2-n egy mászókás műsort vezetni, az még nem olyan feltűnő, de amikor feltűnsz a külügyminiszter teraszán, akkor azért neked ugranak pára, hogy hát ez honnan jött, erre nem számítottam. Ennek az underground hip-hop MC-zésnek, meg a kereskedelmi tévés porondmesterségnek, ennek minden kulturális norma alapján ütnie kéne egymást. Ezeknek a szerepeknek, ezeknek le kéne rombolniuk egymást. Legalább az egyiknek a másikat. És olyan pillanat nincs, hogy a Majka egyszerre mindkettő lenne. Tehát nincs ellentmondás, és a Majka csak úgy fürdőzik ebben, hogy semminek nincs semmi következménye. És ő, tudod, belehal a panel mélyén, és másnap meg már rikoltozik az ezek megőrültekben, hogy Pákó az elég magasra ugrik-e, vagy elég mélyre zuhan-e. És ez mind csúszik, ez mind belefér, ezek nem oltják ki egymást, sőt, erősítik egymást. És a Majka minden
minden egyes kereskedelmi tévéműsortól, amit vezet, egy kicsit hitelesebb underground MC lesz, és minden underground MC slágertől, amit reprezentál, egy kicsit sikeresebb televíziós lesz. Mindez az underground formailag történik meg, mert úgy van előadva, mint egy underground, miközben azokat megnézik becsületes 30-80 ezeren, az ő klipjét 40 milliószor játszották már, vagy hol jár? Igen, de tudod, akkor viszont nem kéne azt énekelnie, hogy belehalok. Akkor énekelje azt, hogy beleszarok. Azt értjük, az Majka, te vagy az, igen, oké, ismerünk, értünk téged. Ez így Majka lenne. A belehalok mibe? Mibe? Ugyan mibe? Dundikába? Vagy mibe? 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 Mészáros Lőrincbe halsz bele? Vagy mibe? Mégis az emberek úgy fogyasztják el, hogy nézd az egyik panelproli. Ő a miénk, és hogy elénekli nekünk a fájdalmát a Playboy feleséggel és a műsorvezetői fizetéssel. Én attól félek, hogy az, hogy ez az egyébként, tudod, így dallamát, formáját tekintve tök jó number one sláger, ezt úgy eszik meg, hogy nem gondolkodnak el ezen, akkor mi lesz még, amit úgy fogyasztanak el, hogy ezt a kettős jellegét, hogy a műsorvezető adja elő a szegény panelprolit, ezt így nem veszik észre. Hány dolog van, amit állít egy speaker, egy entitás, aki az állítást teszi, és senki nem keresi benne a hamisságot. És ez az agynak, ez a tudatnak a mérge. Nem kérünk több igénytelen gajdolást. Nem kérünk több összecsapott zenét. Nem kérünk több szolgaian adaptált szöveget. És főleg nem kérünk több olyan tehetséges zenészt, aki nagyjából ugyanilyen gazdag és sikeres lehetne anélkül, hogy annyira gyalázatos módon megrontsa önmagát és a magyar társadalmat, mint az említett előadók. Köszönöm Horváth Oszkár értékes észrevételeit. Jövő héten is lesz objektív. Addig se feledjék, hogyha egyesek a skálán, akkor önök a legutolsók, de ha egyesek a listán, akkor önök a legelsők. Társadalmi a súlytízlésben megrögzött jó éjszakát kívánok!